Ebben a videóban az Amerika országai című videósorozatunk utolsó epizódjaként a Karib-szigetvilág legutolsó és egyben legkisebb szigetállamát, St. Kitts és Nevist fogjuk górcső alá venni. Amennyiben foglalkoztat benneteket a témakör és behatóbb ismeretekre szeretnétek szertenni a szigetállamot illetően, valamint földrajzból érettségire készültök, mindenképp megéri velem tartanotok az elkövetkező percekben, hisz sok földrajzi érdekesség birtokába juthattok St. Kitts és Nevisszel kapcsolatban, amennyiben nyomon követitek soron következő felvételemet. Jelen témakörünkkel, amint ez az intróból is kiderülhetett számotokra, bizony elérkeztünk az Amerika országai című földrajzi ismertetőnk legutolsó szigetállamának ismertetéséhez, mely nem más, mint a Kis-Antillák szigetcsoport legutolsó szigetformációja, St. Kitts és Nevis. A két nagyobb szigetből álló formáció a Karib-tengerben helyezkedik el, és államformája szerint alkotmányos monarchia, valamint történelmi oldalról personál unióban áll az Egyesült Királysággal és több más országgal is. Amint ezt a personál unióról történelmi tanulmányaink kapcsán tudhatjuk, az alakulat olyan speciális államforma, melyben az uralkodó közös, azonban ügyeiket külön intézik az ebben ténykedő országok. Maga a sziget annak lévén, hogy szigetállam, szárazföldi határokkal nem, tengeriekkel viszont rendelkezik, melyeket a tőle 10 kilométerre fekvő holland tengeren túli területtel szint ösztéti ősszel oszt meg. Területe mindösszesen csak 261 négyzetkilométer, népsűrűsége 149 fő per négyzetkilométer, lakossága egy 2017-ben kelt népességszámlálási statisztika alapján 55.345 fő, fővárosa Basseterre, az egyfőre eső GDP aránya 11.741 USA dollár, aminek alapján a magas jövedelmi szintű karibi országok közé sorolandó. Amennyiben St. Kitts és Nevist földrajzi oldalról közelebbről megvizsgáljuk, rájöhetünk, hogy alapvetően kettő egymástól mindössze 3 kilométerre fekvő nagyobb szigetből, St. Christopherből és Nevisből tevődik össze. A két sziget rész közül a legnagyobb St. Kitts, melynek nyugati partjait a Karib-tenger, a keletieket pedig az Atlanti-óceán vize mossa, míg déli hosszú földnyelvben végződő szegmensét a The Narrows csatorna választja el Nevis szigetétől. Légvonalban nagyjából 2100 km választja el az USA béli Miami városától, és a nagy óceánjáróhajók részére kiterjedt kikötő létesítményt működtet. Felszíne vulkanikus eredetű hegyvidékeket rejt magában, melyeknek többsége meghaladja az 1000 méteres tengerszint feletti magasságot. Ilyen hegycsúcsai például a Mount Misery, a Verchides és az Olivis hegység. A sziget területe egyéb iránt 174 négyzetkilométer, szélessége 8, hosszúsága 22 kilométer, lakossága pedig 34.918 fő. Legmagasabb pontját az északkeleti részén magasodó stratovulkán, a Mont Laiemuiga jelenti, melynek tengerszint feletti magassága 1156 méter. A formáció második és természetföldrajzi összefoglalónk utolsó tagját a Fősziget-től mindössze, ahogyan erről már a természetföldrajzi ismertetőnk során is szót ejtettünk, 3 kilométerre a The Narrows csatorna déli részén elhelyezkedő sziget Nevis jelenti. Nevis a Kis-Antillák és egyben a szigetegyüttes legkisebb szigete is,
hiszen területe mindössze csak 93 négyzetkilométer. A szigetegység csak úgy, mint a csatorna túloldalán lévő Saint Kitts vulkanikus eredetű alakulat, melynek középső részén vulkáni kúp magasodik. E vulkán körül épültek ki a szigetvilág lakosságának városai, és mind a mai napig ennek köszönhetően ismert turista célpont. Nevis szigete egyéb iránt az Amerikai Egyesült Államok külbirtokától, Puerto Ricótól és Antigától egyaránt nagyjából délkeletre terül el, kormányzati városa Charleston. Habár, mint mondottam, területe alapján meglehetősen piciny, ennek ellenére mégis 12 ezres lakossággal büszkélkedhet. A belsejében magasodó Nevis csúcsról pedig Dióhéjban érdemes megjegyeznünk, hogy csak úgy, mint az előzőekben érintett Lhaiamuiga stratovulkán, azonban vele ellentétben időszakosan működő tűzhányó. Környezetében számos erdőség található, tengerszint feletti magassága pedig 985 méter. Klímaföldrajzi szempontból Saint Kitts és Nevis a trópusi klímán, azon belül is a szavanna éghajlaton helyezkedik el, melyet köppen az égövi besorolása alapján inkább trópusi monszun égövként definiál. Ebből kikövetkeztetve alapvetően kettő, az esős és száraz évszak jellemzi vidékét, és időjárását a passzát szelek rendszere alakítja. Az átlagos évi csapadék mennyisége vonalon tovább haladva általában 400 és 1524 mm között változik, azonban a mennyiség a tengerszint feletti magasság növekedésével emelkedő tendenciát tudhat magáénak. Ez közelebbről megvizsgálva azt jelenti, hogy az alacsonyabban fekvő körzetekben 406 mm eső hull átlagosan, azonban a magasabban fekvő területeken meghaladhatja az 1500 mm-t is. Az évi középhőmérséklet általában 24 és 27 Celsius fok között ingadozik, és a szezonális, valamint napi hőingás mértéke meglehetősen kicsi a hőfokok között. A sziget klimatológiai jellemzésén belül még az kiemelendő, hogy érzékenyen reagál a trópusi ciklonokra, hiszen területe az úgynevezett hurrikánzónán belülre esik. Ez bővebben kifejtve azt jelenti, hogy a területét elérő hurrikánok számossága évi átlagban 3, s ennek köszönhetően több trópusi vihar is tiszteletét tette a vidéken, melyek közül kiemelendő a George hurrikán. A Saffir-Simpson hurrikán és szélskála szerint 4-es erősségű vihar a mexikói öböl felett fejlődött ki 1998. szeptember 15-én, és a szigetformáción kívül még több másik államban, köztük Haitin, Antigua és Barbudán és a Dominikai Köztársaságban is hatalmas károkat okozott. Saint Kitts és Nevis esetében az akkor 185 km/órás széllel érkező hurrikán katasztrofális pusztítást végzett a távközlési hálózatban és a mezőgazdaságban egyaránt, valamint a szigetpáros lakosságát sem kímélte meg. Ez utóbbi esetben ugyanis a lakóingatlanoknak nagyjából 25%-át tette földdel egyenlővé, még 85%-át súlyosan megrongálta. Mezőgazdasági oldalról a rövidebbet Nevis húzta, hiszen az itt fellelhető cukornád ültetvények felét teljesen letarolta. Ezen károk tükrében csak Saint Kitts és Nevis területén összesen 1,2 billió kelet-karibi dolláros, azaz 1998-as árfolyamon átszámolva 458 millió USA dollárnak megfelelő gazdasági deficitet okozott a lakosság számára.
Saint Kitts és Nevis gazdasága erősen mezőgazdaság-orientált gazdaság, hiszen legfőbb terménye a cukornád, mely egyben kiemelt exportcikkét is jelenti. A mezőgazdaságon kívül még szintén fontos tényező életében a turizmus, hiszen amint ezt említettük természetföldrajzi összefoglalón kapcsán, a szigetformáció vulkánjai vonzzák a legtöbb turistát az országba. Mindemellett a GDP-ből való részesedés is a szolgáltatóipar szektorában a legmagasabb, mivel ennek értéke 70,7%. Vele szemben a mezőgazdaság mondhatni elenyésző arányt mutathat fel, hiszen 3,5%-os ezen arány száma. Ami még ide kapcsolván fontos tényező, hogy itt az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség aránya, hiszen lakosságának alig 5%-a munkanélküli. Mezőgazdaságával kapcsolatban az is megjegyzendő, hogy területének durván 40%-a alkalmas földművelésre, melyből kifolyólag fő terményén a cukornádon kívül még termesztett növényei közé sorolandók a különféle zöldségfélék, vöröshagyma, paradicsom, édes burgonya, fejes káposzta, sárgarépa és a kenyérgyümölcs, melyeket legfőképp helyi élelmezési célzattal termelnek. További fontos mementó még az agrártermelésen belül az állattenyésztés is, hiszen ennek keretei között sertéseket, kecskéket és juhokat nevelnek. Végszóként még megjegyzendő e vonalhoz igazodva ipari termelése is, melynek GDP részesedése 26%-ot tesz ki lakossági szinten. Ipara főként női munkaerőt foglalkoztat, és leginkább az élelmiszeriparra, cipőgyártásra, kézművességre korlátozódik. Gazdasági ismertetőnk záró akkordjaként illdomos megemlékeznünk kereskedelmi partnereiről is, melyek között példának okáért olyan országok teszik tiszteletüket, mint az Amerikai Egyesült Államok, Trinidad és Tobago, Kanada, Hollandia, illetve Azerbajdzsán. Népességföldrajzi szempontból Saint Kitts és Nevis elmondhatja magáról, hogy viszonylag homogén lakossággal áldotta meg sorsa, hiszen annak 92%-át a negrid lakosság teszi ki. A néger népességről azt tudni érdemes, hogy őseiket még a 17. században hurcolták be a szigetre az akkor elterjedt rabszolgakereskedelem során, aminek vége az lett, hogy a 18. századra a rabszolgák tették ki a népesség 65%-át. A kora újkor változást hozott számukra, hiszen ezen népek ettől fogva beépültek a sziget közösségébe, és az európai népekkel keveredve úgynevezett kevert nemzetséget hoztak létre. E vonalon tovább haladva tehát azt a következtetést tudjuk leszűrni, hogy a népesség kisebb arányát, egyrészt 12%-os többséggel az úgynevezett afro-európai, 8%-kal az afrikai és indiai népek keveredéséből származó afro-indiai, 5,3%-os megoszlással az írgyökerekkel rendelkező mulatt, 1%-os kisebbséggel pedig a különböző európai, brit-portugál-francia, illetve az Ázsia területéről származó libanoni népesség populációi teszik ki. Ebből az következik, hogy a szigetállam hivatalos nyelve az angol, azonban beszélt nyelveként megjegyzendő még a Saint Kitts-i kreol nyelv is. Vallásföldrajzi oldalról tekintve Saint Kitts és Nevis lakossága leginkább a protestáns, azon belül is az anglikán egyház tanításait vallja saját követendő példájának, hiszen lakosságának 36%-a él ezen egyház értékrendje szerint. Az anglikán felekezeteken kívül találhatunk még metodista, 16%, pünkösdista, 11%, egyéb katolikus, 7%, római katolikus, 6%, baptista, moráviai és hetednapi adventista egyház, 5%,
kötelékébe tartozó hívői közösségeket is, sőt olyan egyéneket is, akik inkább a rastafári, iszlám, buddhista és baháj vallások tanításait érzik magukhoz a legközelebb állónak. És most ezennel hivatalosan is elérkeztünk az amerikai szuperkontinens országait ismertető földrajzi egységünk, és ezen belül Saint Kitts és Nevis földrajzának végéhez, melynek keretein belül végszóként Ildomos pár szó erejéig ismertetni a szigetformáció fő és egyben legnagyobb városát, ami pedig nem más, mint Basse-Terre. Amint erről demográfiai adataink végén szó esett, Basse-Terre Saint Kitts és Nevis egyetlen olyan városa, mely fővárosi rangján kívül a legnagyobbnak is számít a sziget közösségben. A város a legnagyobb sziget, Saint Kitts délnyugati szegmensén, a Basse-Terre öbölben helyezkedik el, és partján hatalmas kereskedelmi kikötőt üzemeltet. Basse-Terre egy egyébként alacsony fekvésű erdőségekkel és dombokkal körülvett település, s ebből kifolyólag kapta az angoloktól nevét, melynek jelentése alacsony vagy mélyföld. Területét északon az Olivis, keletről pedig a Canary Morn hegység határolja, felszínén pedig kettő kisebb, a College és Westburn folyó halad keresztül. Éghajlata trópusi szavanna, ami magával vonja azt, hogy hőmérséklete állandósult jelleggel 30 Celsius fok közelében tanyázik, és az évi csapadék átlagok 1700 mm körül alakulnak, az évi napos óraszám értékei pedig közel 3000 órát tudhatnak magukénak, amely tulajdonságából kifolyólag egyenletes napfényt kap minden tája. Basse-Terre területe egyéb iránt 6,1 négyzetkilométer, lakossága egy 2024-ben kelt népességszámlálási statisztika szerint mindössze 16.696 fő.